sportosat. Irodónk vendége Perutek János. Szervusz, üdvözöllek, ezer arcod van, zenésztől kezdve, ugye, konferencé. És éppen ezügyben is hagyd kérdezzelek gyorsan, már egy eszembe jutott, hogy hamarosan, ha jól tudom, lesz megint valamilyen boxgála, ahol te leszel a speaker? Igen, speaker, matchmaker, jövő hét utáni hét pénteken lesz, tehát szeptember 11-én lesz Budapesten. Hatalmas erőkkel folyik a szervezés, nem egyszerű ezen. De lesz meccs? Lesz. Nézők lesznek? Ez csak azért fontos a te esetedben, mert ha nézők nincsenek, akkor speaker minek? Azért szokott... Vagy akkor is van? Akkor is van speaker, legalábbis a külföldi példák ezt mutatják. Igen? Igen. Sőt, van, hogy kiszedték a ringből a speakert, hogy ő is biztonságban legyen. Én láttam ilyet is a Eddie Hearnnek. És hová tették? Volt az Eddie Hearnnek a villája mögött egy ilyen kis pulpitus, ami le lehetett sétálni, és ott volt a speaker a lépcsőkön. Onnan nyomta. Nem tudom még, hogy lesz. Törjük a fejünket. Ugye itt az augusztus utolsó napján van ennek a műsornak a felvétele, nem szeretek ilyeneket elárulni, főleg nem a te nevedben, de a szervezés miatt fontos, tényleg órákon belül változhatnak a dolgok. Úgy néz ki, hogy a Tóth Tominak be kell érnie, hogy magyar ellenféle boxol, a Barbárnak nagyon szeretett Igen. volna külföldit, nagyon sokat itt fog lenni majd, hát amolyan edzőtáborba, vendégségbe, a Bacskai Balázsnak az ellenfele, iszonyatos költség és nagyon nagy szervezőmunka. Úgyhogy az a három emberke, plusz páran, akik segítjük ennek a New School Promotionnek a munkáját, most van mindenkinek feladata, van mindenkinek dolga. Csak hát így nagyon nehéz. Nagyon. Nagyon. A jegyek egyébként el vannak adva, természetesen, hogyha nézők nélkül úgy dönt a szervező stáb, akkor vissza, és hát egyre jobban kanyarodunk a nézők felé, de most még ezen a napon nem tudok ebben kapcsolatosan biztosat mondani. Voltál menedzser is, boxmenedzser is. Vagyok is. Még mindig vagy? Persze. Az is még? Hát ez a matchmaker szakma azért valamilyen szinten egy boxmenedzserkedéshez köthető. Na, tehát magyarul benne vagy aktívan az a körülásban, csak erre akartam úgy rávilágítani. Bertók Róbert lett az új szövetségi kapitány, Balzsai Károly, Erdei Zsolt kikerültek. Erdei Zsolt teljesen kikerült, ha én jól tudom, majd te kijavítasz. Balzsainak meg úgy ott a KSI, tehát őnek így továbbra is van munkája, vagy... Én, mint néző, figyelem itt a Rökabívó Szövetséggel kapcsolatos dolgokat. Nézőként azt tudom elmondani, igen, most történt egy őrségváltás, olyan kollégák kerültek a főtitkár, illetve a szövetségi kapitány székbe, akiket régóta ismerek, évek óta dolgozunk együtt a profilkövívásban. Ráadásul a Bertók Robi rendezvényén voltam életemben először ringspeaker Szentesen, valamikor a 2000-es évek elején, azt hiszem 2002-ben. Úgyhogy mindenféleképpen azt kell, hogy mondjam, hogy régi barátok kapták meg ezeket a lehetőségeket. Én csak annyit tudok mondani, hogy remélem, hogy élnek vele. Na most várjál, ha már itt tartunk, élnek vele. Van mivel élni? Van alany? Vannak lehetőségek? Mert ha nincsenek, akkor... Pont ezért vezettem föl, hogy régóta ismerem őket, mert nem megsértve Robit, de véleményem szerint teljesen mindegy, most ki a szövetségi kapitány. Legjobb boxolónkat az édesapja edzi régóta, a Gálosra gondolok. Igen. Nyilván ez a tök mindegy ki a szövetségi kapitány, ez egy elnagyolt, eltúlzott dolog a részemről, de azt gondolom, hogy más bajok vannak, és más gondokkal szenved az ökölvívás. Viszont úgy érzem, hogy az elnök látja ezeket, fölmérte, itt a VB anyagi ügyek, problémák után most már el tud kezdeni szépen lassan foglalkozni ezekkel a mélyebb problémákkal, látja, hogy kevés az igazolt ökölvívó, látja, hogy nem igazán választják mostanában sportágul az ökölvívást a tinédzserek, ráadásul ugye ez egy viszonylag későn elkezdhető sportág, ezekre próbál gyógyszert találni, a problémákat én úgy érzem, hogy jól felmérte, meg méri továbbra is fel. Ez egy nagyon nehéz feladat, de... ez hosszú, ez nem egyik napról a másikra, egyik évről a másikra. Ez sem. Nem, ez egy modernizációs folyamata az ökölvívó toborzásra. Igen, csak ugye mire lehet, hogy sikert érnének el, addigra már meg is szűnik, mint olimpiai sportág az ökölvívás. Tehát fennáll a veszély nagyon ennek, hiszen tudjuk, hogy mik vannak a háttérben. Tehát lehet, hogy ez... mire leszedhetnék a gyümölcsöt, már nem lesz. Én azért bízom abban, hogy az ökölvívásnak azért annyi mélysége van, hogy kvótás sportág az olimpián. Ugye most jelen pillanatban csak egy van, többre lenne ugye szükség ahhoz, hogy azért ez egy veretes olimpiai csapat legyen.
szeretnének kvótát, ki ne szeretne, egy-kettőre lehet, hogy még lehetőség is nyílik, de mivel ez egy későn elkezdhető sportág, talán olyan hosszan, és most nem szeretik más sportággal élni, mint egy más sportágban, talán olyan hosszú modernizációs folyamatra talán nincsen szükség. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy ha 13-14 éves rácok most egy újfajta rendszert és képzést kapnak, akkor azok 4-5 éven belül, tehát egy másfél olimpiai cikluson belül, ott már jönni fognak az eredmények. Most akkor hogy áll ez a amatőr profi? Most akkor teljesen mindegy, mindenki indulhat mindenhol? Vagy most hogy áll? Hogy néz ki ez a történet? Egyelőre igen. Én nem gondolom azt, hogy ezt már többször elmondtam a műsorban, én még nem látom azt, hogy kapálóznának a világsztárok ezekért az amatőr világversenyekért. De most ez az olimpiai kvalifikáción is, amíg ugye még hátra van, ott is indulhatnak ugye profik végül. Igen, de mindenféle megkötés nélkül. Igen, de az első kategóriás boxolók nem indulnak. Tehát ugye itt a Bertok Robi is a telefonos interjúban említett, hogy a lengyel masternek, tehát ezek a legnagyobb nevek, tehát nem igen, nem csak most ugye azóta tovább változott a helyzet, a vírus miatt most már nagyon kitolódnak ezek a mérkőzések, egy nagyon kevés mérkőzés van. Tehát a profi is azt mondja, hogy miből fogok megélni, hiszen nincsen mérkőzésem. Lehet, hogy igen, miatt csak azért esetleg... nagyon sok országban sokkal gyengébb a támogatottság az olimpiai sportágnak, tehát nem mindenhol kapnak közvetlen így pénzeket. Tehát nem lenne menekülési útvonal az, hogy most visszatér amatőrnek. Hát, hogyha valamelyik mega nagy márka azt gondoljaná, hogy figyelj, Tyson Fury, én leteszek a felkészülésedért ennyiszer 10 millió fontot, akkor lehet, hogy a Tyson Fury elgondolkodna egy ilyen olimpiai dolgon, de addig nem. Uh-huh. Tehát az ő meccspénze profiként, az ő státusz a profiként jóval többre való. De milyen borzalmas, végül is ide is be lehet hozni ezt a profi szemlet, profi pénzösszeget most persze, már. Persze, tehát szerintem be. Tehát most már akkor nem lesz különbség, csak box és kész, ennyi? Ez a jövő? Én szerintem nem is lenne gond, hogyha ez lenne a jövő. Szerintem nem gond. Uh-huh. Nem hiszem, hogy ez lesz a jövő. Tehát a 12 menetes profi világbajnoki címeccsek a 3x3-as bunyóval sose lesznek hasonlóak. Teljes mértékben. Az egy nagyon rövid, az egy teljesen másfajta felkészültséget igényel az olimpiai box. Ezért nem látom azt a hatalmas nagy átjárást, de én még egyszer mondom, hogyha a kosárlabda árnyékában csak egy pici pályájára tévedne a box, és egy-két nagy név elindulna, én szerintem ez nem gond, az egy tök jó dolog. Csak nem látom, nem ennyi. Jó, azt látod, hogy Magyarországon miért tűntek el a jó nemzetközi szinten is mérhető bunyósok. Ugye annak idén Kótai, Nagy Jani, sorolhatnánk rengeteg. Most direkt nem emeltem ki Kukót vagy Erdeit, hanem a hát többieket mások is. Tehát voltak ott mások is. De most nincsenek. Elfogyott ez a szufla, ami kitermelődött a régi rendszernek az utolsó nagy habhullámjain. És ugye a Csötönyi éra nem tudta modernizálni a 2000-es évek elején a bunyót. Tehát, hogyha emlékszel, a 2004-es olimpián már Szántó Imre se ért el olyan hatalmas nagy sikereket, nem tudta Bedákot fölvinni a dobogóra, éppen csak hogy lecsúsztak róla. Tehát ott kellett volna valami új impulzus, ott kellett volna valami teljesen más. Sőt, figyelni kellett volna, hogy tök jó, hogy itt vannak ezek a profik, a Kótai, a Kovács Viper, a Nagyon és a többiek, de hol van mögöttük? Nem látták a pompától ugye azt, hogy ki van fakulva az utánpótlás, és nem is orvosolták ezeket a problémákat. Igen, mert Bedárkék voltak az utolsók, azt látom. Abszolút mondani, ők. Ugye? De hát végül is ők is elmentek profinak, igen. És hát a Zsolt nagyszerű mérkőzéseket vívott. Nagy meccseket, címmérkőzéseket. Igen. Szóval ők is profiba, hát nem azt mondom, hogy jobban muzsikáltak, de azért jól teljesítettek. És akkor emiatt nem figyeltek hátra? Nem. Egyáltalán nem. Nem rendelkezett, és én azért örülök, hogy történt változás az Ökölvívó Szövetség élén, mert már olyan régóta te is figyeled újságíróként az ökölvívást, több mint 2 évtizedes probléma van, már egy jó ember elég. Tehát egy jó indulatú, jó ember elég, aki nem is élt egyébként annyira ez az egészhez, de úgy szeretné csinálni, itt van és aktív, és átvizsgál mindent. Talán most egy ilyen... A mostani elnök az ilyen? Én szerintem igen, de nem szeretnék túlzó nagy bizalmat, meg túlzó nagy imádatot fűzni az ő személyhez. Az én négy szem közti beszélgetésemből úgy történt, hogy igen. Uh-huh. És már ez is nagyon sokat szeretném. Hogyha most egy nagyon gyors, radikális, abszolút az ökölvívással képben lévő szakember érkezne, nyilván az lenne a jó. Uh-huh. Az lenne az orvosság. De miért nem érkezik? Nincs? Hát szerintem nem nagyon van. Nincs ilyen szakember? Szerintem nem nagyon van. Szerintem nem nagyon van. Hogy? Tehát itt azok az emberek, akik ilyen mélységben értenek az ökölvíváshoz, Rácz Félix, Kovács Kokó István, ők azért teljesen más dolgokkal vannak elfoglalva.
Tehát, vagy én nem szeretik a helyükben, más pozíciókban alkotnak nagyokat. Nem lehet feltalálni olyan szakembert, aki jó lehet? Csak hát éppen nem Pesten van, hanem Vidéken. Ha gyors, nagyon tiszta sebességre lenne szükség, akkor nyilván meg kell kérni őket, de hogyha a mostani elnök, én nem szeretnék az ő nevében beszélni, nem így gondolkodik, hanem saját maga szeretné ezt a dolgot véghez vinni, akkor abban sincsen baj, de ő még szerintem nem ért oda esetleg, hogy ilyen embereket megkérjen. Tehát én látom, hogy ő, neki mi volt idáig a problémája, anyagi ügyek, pénzügyi biztos volt, IFI VB, és ugye nagyon-nagyon vastag betűkkel elmondta vele, amit én csináltam vele interjút abban is, hogy más anyagi problémák is voltak, nem csak az IFI VB volt a igen. probléma. Most kecmeredik ki ezekből a gondokból, szerintem 11 hónap nem rossz sebesség. És milyen más anyagi gondok voltak? Hát más ilyen leszerződések. Azt mondta, hogy szinte minden szerződése probléma volt. Hmm. Tehát minden szerződése volt valami utózengés, pereltek, őket perelték, alkudoztak, nem fizették ki, kevesebbet fizett, stb. Tehát csak ezeket a dolgokat. Akadémiákkal végül is most mi lesz? Mi lett? Ő úgy érzi, ő a megyei... De általában ott is túl sok akadémia, túl sok pénzt tűnt el. Persze, hát próbál szigorítani, próbál szűkíteni, próbál csökkenteni. Itt a régiókra nagy felelősség fog hárulni a jövőben. Ez a régiós rendszer már elkezdődött régóta kidolgozva, de most talán ezt fogja kapni a fő fókuszt. Ugye a megyei szinten nem lehet ezt működtetni, annyi boxoló nincsen már. Uh-huh. De ezért kell régió. Ezért régió. Mert több megye tartozik. Igen, tehát gyakorlatilag ezt a megye versenyeztetést várta most föl a szövetségnél az a régiós versenyeztetés, és ez egy jó dolog. Illetve próbál munkát találni, szó szerint mondom, perspektívát az ökölüves utáni életre is, ez is egy jó dolog. Próbál azon is gondolkodni, hogy hogyan lehetne a csemetéket, a tinédzsereket bevinni az ökölvi óteremben. Tehát ezeket a problémákat látja, próbál megoldani. Reméljük, hogy a jövőben egyre profibb csapattal, és akkor ennek lesz sebessége is. Mi laikusok, mikor látjuk ennek a pozitív hozadékát? Hát én azt mondom, hogy amit az előbb mondtam, ez a másfél olimpiai ciklus, ez 4-6 év legalább. Tehát addig, hogyha lesz is EB, VB, kimegy valaki, vagy valaki. Ezek ilyen kipattant eredmények lesznek, ha lesznek. De egyáltalán, ha megy is valaki, csak akkor utazik, és akkor ennyi. Tehát ne várjunk tőlük nagy eredményt. Én a Gálosnál azt mondom, hogy szerintem azért várhatjuk. De azért, mert ő egy kicsit... kívülálló? Ugye az édesapjával ugye lent baján, tehát ő külön ének, külön kívülálló, edzenek. Sokat jár ő a válogatott. De értem, hogy mit szeretném mondani. Nem, ő világversenyeket korosztályos korában nyert. Úgy gondolom, hogy az ilyeneknek, ilyen fiúknak, akiknek már egyszer hullott aranyérem a nyakába, ifi, junior, kadett szinten, teljesen mindegy, azok azért jó eséllyel pályázhatnak, hogy egy idő után felnőttként is megállják a helyüket. Nem mindegyikük tud olyan fényes karriert befutni, de én a Gálosnál egy ilyen kisebb súlyú versenyző kövűben azt látom, ez 57 kiló. Igen, akár igen. Tehát, ez nekünk bejött. Inkább az lepne meg, hogyha ő nem lenne egy eredményes felnőtt boxoló, az jobban meglepne. Úgyhogy ő benne mindenképpen remélte. De ő mennyire dolgozik édesapjába, és mennyire adja ki édesapja a kezei közül a fiát? Hát szerintem ezt kapitánya fogja válogatni. Itt a Kovács László korszakba jöttek a korosztályos világverseny eredmények, tehát ott végül is úgy látszódott, hogy megvan a harmónia. Szerintem a Roberttel, a Bertok Robival is mindenképpen meg lesz. Hát a Bertok Robert azért az egy profi szemléletű, jóindulatú ember, úgyhogy bele nem, inkább összeveszni nehéz szerintem. Igen? Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván neki is megvannak a konok kis elképzelései, hiszen régóta csinálgatja a vállalkozásait, van amelyikben nagyon sikeres, jó rendezvényeket is csinált, ilyen embereknek azért mindig vannak elképzeléseik, de én azt gondolom, hogy ki lehet vele jönni, szerintem egy jó döntés. Jó, akkor azt jelenti, hogy van egy Bertókunk. Igen. Van egy Gálosunk. Van egy Gálosunk. És akkor ennyi jelen pillanatban. Illetve hát van egy új főtitkán, azt mondjuk a Tóth Zsuzsa, aki azért régóta ugye az ökövjásban. Igen, a profiknál ott volt. Gyakorlatilag igen. Egy ellenőr vezető szerepet. Igen, most jelen pillanatban akkor most ez a két ember van, aki most a magyar ökövest. Most az aktívat. Hát azért vannak itt más ökölvívók. Na vannak még? Na kiket csak? Erre lennék kíváncsi. Én azt gondolom, hogy a nehezebb súlyokban ott van a Hámori. Ő tőle mindig azt várjuk, egy kicsit most már erősödjél bele, egy kicsit most már úgy kap, de azért nyert jó meccseket, vert meg jó boxolókat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ott is lehet várni, úgyhogy meg vannak még olyan kisebb súlyban, egy-két olyan fiatal, akivel szerintem de az látod, a kapásból nevük nem jut eszembe. Hát a szakát ide mondanám mindenféleképpen. Sajnálom, hogy a Harcsa abba hagyta.
ő mindenféleképpen egy olyan boxolunk volt, aki mindig esélyes egy világversenyen. De nincs sok. Nincs sok. Tehát tömérdek nincsen. Most visszakanyarodunk oda, nincs hogy sok. Igazából a Bertók Róbertnek nincs mit veszítenie, hiszen ha nem jönnek az eredmények, végül nincs az, hogy azért, hogy szemre, itt voltak az ászok, és miért nincs eredmény. Ez fajta könnyedség is valahol, nem? Tehát nyugodtan lehet most játszadozni. Szerintem könnyedség nem. Mindenképpen nyomás van a bunyón. Ez az olimpiai kiemelt sportág státusz miatt. Tehát ugye itt sorban állnak sportágak, ezt a mi elnökünk is elismert, hogy ez is egy verseny, uh-huh. és az ökölvívásnak a na múltja... Na most ez hogy áll az ökölvívásnak a múltja? Ebben a harcba. Erre próbálok válaszolni, hogy a múltja, azok a hatalmas korábbi eredmények, egészen ugye a modern olimpiai él még bezárulva, azok predesztinálják arra az ökölvívást, hogy jelen pillanatban ne legyen még kérdés, hogy itt ezek között a sportágok között lehet. Tehát már csak a múltja miatt. Igen. De azt gondolom, hogy és ez mikor nem most zárult volna le? És hogyha nincs érem, vagy hasonló? Vagy hogy volt most ez a külvás? Ezt nem igazából egyelőre ennyit, lehet tudni. Ennyi információnk van, hogy nem volt napirenden az ökölvívás eltávolítása ebből a kiemelt státuszú sportágok közül. Milyen érdekes. Nincsen terítéken jelen pillanatban. Ez nem lehet, nem jelent az, hogy holnap nem veszik elő ezt a témát. Senki ne nyugodjon meg, de jelen pillanatban azért valamilyen szinten lehet nyugodtan dolgozni, de mindenképpen, már említettem ebben a mostani beszélgetésben kétszer a sebesség szót, azért az kell. Tehát az ökölvívástól azért a nép, a társadalom, a politikai vezetés, a szurkolók, mindenki elvárja. Jó, te hogy érzed, meddig lehet így VB, EB érmek nélkül ellenni? Nem sokáig már. Tehát azt gondolom, hogy szerintem a Tokió utáni olimpiai ciklust követően, hogyha nincsenek meg ezek az érmek, akkor gond lesz. Tehát akkor már sok olimpia el fog telni eredmény nélkül, és akkor már gond lehet. Tehát ugye ezek a számok ugye az eredmény nélküli EB-k, VB-k, olimpia, egyszer csak meghízik egy olyan mennyiségre, ami már azt mondják, hogy nem, akkor le fognak minket onnan egészen biztosan kapcsolni. Viszont mindig, tehát a boxnak van mélysége, és szerintem mindig lehetnek gálosok és egyéb versenyzők, akik kirángathatják azért aktuálisan a problémából a bunyót, és hogyha most elkezdődik egy szisztematikus munka, akkor 4-5-6 év múlva megjelentek azok az új arcok, akik már képviselhetik a bunyót, már nem kirángatják, hanem valószínűleg többen vannak és eredményes boxolók. Ehhez az kell, hogy szeressenek a fiatalok ökölvívni, és ezt a sportágot válasszák. A profi világnak tudunk adni, vagy most mi lesz a magyar profi ökölvívókkal? Ennek a New School Promotionnek minden dicséret, hogy megpróbálja meccsben tartani őket, ez a legfontosabb, most szerintem már régóta nem bunyóztak. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz itt. A vírus miatt ez a profi ökölvívás most már tényleg azoknak a promótereknek a játékává vált, akiknek marha sok pénzük van, vagy olyan mély televíziós szerződések, olyan anyagi csomagokkal, amikkel valamilyen szinten életbe tudnak maradni. A közepes és a kisebb promótereknek most nem jó. Mi van a Bacskai Balázsa? Bacskai Balázs készül erre a visszatérésre, egy rutinos ellenfelet fog kapni, aki már megérkezett egyébként Magyarországra, a vírus helyzet miatt több mint 10 napot itt fog tölteni, és kőkeményen készül a Bacskaira. A mérkőzésnek természetesen a Balázs az esélyese. Hát ez box. Hány menet lesz? 8. 8. 8. És nagyon sok jó bunyós lesz. És mit tudsz róla? Elindul az olimpiai kvalifikáción? Nem beszélgettem mostanában erről a Bacskaival, szerintem ő nem, de én nem is szeretnék a nevében nyilatkozni. Ezt a hajót? Ezt tőle kell megkérdezni, nem tudom, hogy elengedte vagy nem. Uh-huh. Ez szerintem azért néha ilyen aktuál kérdésé tud ez válni, hogy éppen hogy állnak a csillagok éppen. Uh-huh. Ha nagyon kifakul például a bunyó, amit te mondtál, profi, és esetleg már tényleg csak az olimpiai marad, ne adj Isten, hogy így legyen, de előfordult egy ilyen forgatókönyv, akkor lehet, hogy újra terítettek. Tudom, hogy az édesapja az nagyon elrehajtaná. Hát az édesapja az kiváló edző volt, hát persze, hogy jó, de maga kipréselni az azt az olimpiai érmet valahogy. Mert ugye ő tapasztalja ennek az előnyét. Hát nézd, együtt voltak Európa bajnokok, tehát miért ne szeretnél? Nem, ámint az olimpiai éremnek a persze. előnyét már, ugye, apa az élvezi, tehát ő tudja azt, hogy, igen, hogy mit kapna. Persze, hát ez azért ez egy élete végig gyárul elismerés. Tehát ott egy kicsikét másabb ez a történet, ebből persze. kifolyólag, hogy azért az apa azért igen. tudja, tud duruzsolni.
Én drukkolok mindig a Bacskainak, ha éppen az a célja, hogy profiban érjen eredményt, akkor azt támogatom, ha amatőrként. Most milyen bunyót várjunk egyébként a sok hosszú leállás után? Most milyen bunyósokat fogunk látni? Olyan tekintetben izgalmas lesz, hogy nagyon sok magyar-magyar meccs lesz. És itt azért úgy próbáltuk így a szervezőkkel összealakítani ezeket a párosításokat, hogy a lehető legnehezebb ellenfelet kapják a volt Felix Promotion-os bunyósok, akiket itt Magyarországon el lehet érni, úgyhogy izgalmas mérkőzések lehetnek. Csak milyen formában lesznek? Hát ez egy nagy kérdés, mert lehet, hogy papíron egyik-másiknak úgy tűnik, hogy gyengébb ellenfele lesz, de nem úgy sikerült az elmúlt időszakban a felkészülés, akkor ezek izgalmas csatákká válhatnak. Nem, most ugye mindenkit érintett a leállás. Például soha nem szabad leírni, egy nagy meccset fog bunyózni. Érdekes kis Ajtai Józsi is bunyózni fog. Érdekes kis kihívók lesznek azért a volt Félix, ma már New School Promotion-os boxolóknak, szóval azt gondolom, jó. Ők vették át egy-egybe a Félix Promotion-tól a bunyósokat, vagy... Akik szerettek volna menni, például Szellő nem ment át, de akik átmentek, azok így van, azok most ott Szellőn kívül, ami ismertebb név, ki az, aki nem ment át? A Kismáti, de hát Isten igazából csak a Szellő nem ment át, szerintem ugye nagyobb nevek közül. Kismáti átment, Bacskai, Egedi Renátó, ők mind Barbár Tomi, igen, nem közvetlenül, de ő is bunyózni fog szerintem ezen a gálán, illetve azt el kell mondani, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy itt ezen a New School Promotion rendezvény körül azért van egy kis csapatszellem, tehát a szegedi Global Sport Events-ös Simon Zsolt is, a Magyar Kingát, illetve a Tóth Lacit, a két legjobb ökölvívóját szerepelteti ezen a gálán, vállalja promóterként ezeknek a mérkőzéseknek a költségeit, szerintem ez egy nagyszerű dolog. Én is segítem ennek a csapatnak a munkáját, Erdély Kálmán, Demeter László, Marsi László edző képviselik ezt a New School Promotion, de sokan teszünk most szerintem azért, és sok munkát is igényel ez a vírusos dolog, hogy ez jó legyen. Ez most egy gála lesz, vagy kimeritek jelenteni, hogy több gálát be tudtok vállalni? Nehéz kérdés, mert eleinte... így a nyáron, nyár elejétől egészen tegnap előttig szentül meg volt győződve a csapat, hogy itt decemberben tudja, hogy még egy gálát fogunk csinálni. Uh-huh. Illetve hát a New School csinálni. Igen. Én nem, tehát én csak dolgozom ebben a rendezvényben. Ez az ő gálája. Viszont szerintem ma már ezt azért nehéz kijelenteni. Tehát, legyen meg ez, legyetek túl rajta, és tánna majd. Igen, a csapat az élvezze, a segítők is élvezzék, mint amilyen ember én vagyok, és akkor a boxolók, meg a nézők is élvezzék, és hogyha ez minden így kompletten összeállt, és a szurkolók úgy érezzik, hogy ennek van jövője, akkor szerintem a New School vezetés az fog csinálni még. Jó, csak ugye azt mondod, hogy átment mindenki Szellőn kívül. Azért a profik, akik ugye Félixnél megszoktak egyfajta folyamatot, hogy fel vannak építve hosszú távon, itt akkor erről mi nem beszélhetünk. Hát vigyelve van rájuk, hiszen a hazai televíziós gálán bunyózhatnak. Tehát ez az építés, ez a, nem is abban az ütemben, csak... de folyik tovább. Tehát nem olyan mérkőzéseket kötöttünk le, akik most, hogy külföldi nagy meccseken esetleg a vereség lehetőségével jó pénzt keresve, hanem itt az a New School Promotion azért fektet továbbra ezekbe a fiúkba, és szerintem ez egy nagyszerű dolog. Tehát most a Félixnek is lenne gondja, ezt ő is vállalt ebbe a vírusos helyzetbe, most a New School ezt az ütemet tudja tartani. Aha. De ettől a boxolóknak szerintem azért ez egy jó helyzet, tehát örüljünk, hogy van valami. És akkor hosszú távon gondolkodhatnak akkor, akik ide átjöttek hozzá? Szerintem gondolkodhatnak, hát most egy fecske nem csinál nyarat, nagyon óvatosan fogalmaz a New School-nak a vezetősége, hogy egy gála, két gála, ők segíteni próbálnak, stb. Ez így is van. És tehát felelőtlenül nem ígérgetnek. Felelőtlenül nem ígérgetnek, mert hát most nem tudjuk, hogy merre tovább, hogyan lesz a jövő. Na, hát kíváncsian várjuk. Mikor lesz ez a... Szeptember 11 péntek. Kíváncsian várjuk akkor, milyen lesz ez a magyar profi boxgála. Abszolút magyar, és köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat.